Sziasztok, srácok! Muszáj csendben lennem. Nehogy Kinga meghallja, miben mesterkedünk. Wow! Ugye ezt a szettet még ugyanúgy a slime sapkával együtt vettem még Romániában, úgyhogy most ismételten használni fogjuk az instant slime-ot, és ezt nézzétek, milyen slime ágyum van. Ezzel fogom meglocsolni Kingát, és remélhetőleg Lilit is meg tudom majd elocsolni. Ó, nagyon, nagyon kíváncsiak, na töltsük meg slime-mal! Így fel lehet csiptetni, mondjuk a slime-os nadrágon. Na, menjünk! Hát az egyik tartály le. Nem baj, ez kimosható, úgyhogy hála az ének, ennek nem lesz baj, úgyhogy már csak egy tárunk van. Kinga éppen a kutyákat eteti. Csak nem tudom, hogy hol. Jaj, de nem látszol! Finoman öltöznek. Csak finoman öltözzelek meg? Akkor gyere, közelebb! Jaj! Slime ágyú! De slime van benne! Ó, de csúszik, ne! Ó, de csúszik, ne! De slime! De slime! Ilyen boly! Nagyon csúszik! Bocsánat! Ne haragudj! De ne, majd meglocsollak verssel, amit az egyik nézőt. Hadd halljam! No, öltözzem, de így szájmosan! Halljam, verset! Már felöltöztem úgy, ahogy kérted. Elegánsabba, pedig a jágerestől nincs jó, de... Ha te is már ilyen elegánsosba vagy, akkor tudok egy nagyon szép verset. Köszönöm be nektek, az együnk videó alatt írtátok. Azt szeretném neked mondani, hogy Kékerdőben jártam, jágereket láttam, asszúták a fülembe, iratkozz fel Gergőre. Szabad elocsolni? Amúgy nem adtál parfümöt. Most az enyémmel locsoljálak meg? Aj, minden lány azt mondja, hogy de én majd az ő parfümével locsoljam meg, mert akkor említek büdös lesz, ugye, hogyha egész nap össze-vissza minden lány locsolják meg. És hogy tetszik a vers? Az egyik nézőnk írta. Én fel vagyok iratkozva. Ez az. Köszönöm. Szabad locsolni. Szabad? Ja, hajamat itt oldalt. Jó, akkor innen felülről kéne. Köszönöm. És itt az én. Ó, ezt nézzétek, mekkora tojás. Unboxing. Na nézzük, mit rejt az óriás tojás. Ez nagyon jól néz ki. Ó, ezt nézz, még izé van benne. Wow. Milyen jó kis bársony szatyor. Ezt még utána is lehet használni. Ó, mennyi. Kicsi tojás, nagy tojás. Marcipán tojás a kedvencem. Fehéret szeretném. Az egyetlen fehér a csomagban. Ez nagyon jó. Ugye cukor a külseje, van egy réteg csokor, és belül full marcipán. Szóval, srácok, már voltunk apáiknál, sajnos egy lány sem volt otthon, se Lili, se Kati, úgyhogy őket nem tudtuk most meglocsolni a slime ágyúval, úgyhogy ezért a Kinga anyukája sincsen itthon, úgyhogy mamáig felé vesszük az irányt, látjátok, el is indultunk feléjük, éppen zöld lett a lámpa, és megpróbálunk ott is valakit leslime ágyúzni, annyi a probléma, hogy ezt én bent nem akarom, mert oké, hogy kimosható, hát azért nem kellemes, amikor, ugye Kinga, kellemes érzés, amikor leszlájmoznak? Nem. Nem. Ugye nekem a fejemre ömlött már, Kingát teljes testileg lefegyvereztem vele, úgyhogy megpróbálkozunk, de ha nem sikerül, akkor sajnálom, úgyhogy maradjatok velünk, és még szeretném azt kérdezni tőletek, hogy ki volt ma locsolkodni? Írja le.
És mit kapott? Nagyon fontos. Hány versenyezzünk ki, kap több csoki tojást, nyulat, csokit, bármit. Puszi! Puszi! Gyere vissza! Nyomaját! Csak a lábadat lelocsolja, pici. Mondok egy jót, ez slime. Vigyázz, erre csúsz, majd feltörlöli, persze. Puszi. Hát, ebbe slime. Jó, nem, már hajadra nem. Ennyi. Puszi. Legalább hagyd megy ilyen videóra, mindenki bújik el. Legalább... Jaj, bocsánat. Ez nagyon jó. Csikám kezébe vett, anya vagy. Igen, mert mama rögtön, hogy kirohad. Ez sajnos nem maradhat ki. Jézus! Bocsánat. Ennyi volt. Ennyi? Ez ennyi? Ez slime. Csak hogy tudd, ez nem víz, hanem... Ez komoly. Úgyhogy... Ki jön? Komoly. Ez slime. Úgyhogy puszi. Mondok verset is. De ezt nem lehetett kihagyni, bocsánat. Na, már haza is jöttünk, és mint láttátok, Kinga anyukája hazaért, úgyhogy őt is sikerült leszlájmozni. Kinga mondta pont, hogy szerintem Magyarországon ma csak én locsolkodtam szlájmmal. Javítsatok ki, ha nem. Ha pedig igen, akkor kérnék egy ilyen díjat szeretnék érte kérni. Jánosi Gergő az egyetlen, aki húsvétkor szlájmmal locsolkodik. Amúgy csak vicceltem. Haza is jöttünk, sajnos anyukámat még mindig nem tudtam meglocsolni, és igen, ott egy karácsonyfa. Pakolok. Stúdió költöztetés lesz. Azért. Sajnos anya még nem ért haza, úgyhogy őt még nem tudtam meglocsolni, meg Lilit se, meg még Katit se, úgyhogy őket még este meg fogom locsolni, csak azért jöttünk haza, hogy megvágjam nektek a videót, és fel tudjam tenni hatig, hogy ti is meg tudjátok nézni. Srácok, mint láttátok, jó fan volt, mert milyen az a rossz fan? Jöhet is a kérdés. Szóval srácok, mit láttátok? Én nagyon óvatosan próbáltam meglocsolni, hogy a ruhákat, hajakat ne locsoljam össze szlájmmal, hát a keresztapukám nem kegyelmezett senkinek. Mint láttátok, nagymamámat úgy meglocsolta, hogy még a falon is folyt a slime. Nem tudom, ez látszik a videóba, de durván folyt a falon a slime, a hajakba, a ruhákon, a földön, a bőrgarnitúrán, az asztalon, mindenhol folyt a slime, úgyhogy a legviccesebb részeket a videóból neki köszönhetjük. Ezt mama is Kinga nem díjazta, se keresztanyukám, de nem baj, vicces volt, az biztos. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy kinek hogyan telt a locsolkodás, írjátok le a komment szekcióba, remélem minél többen jól éreztétek magatokat, mind fiúk, mind lányok, remélem a fiúk sok helyen voltok locsolkodni, sok-sok finomságot, csoki tojást, és minden más gyűjtöttek, és a lányoknak remélem jó sok locsolkodó volt, senki nem hervad el, ha igen, szóljon, megyek slime-mal locsolkodni. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, reméljük tetszett nektek ez a húsvéti különkiadás, remélem láttátok az előző húsvéti különkiadásos együnk videónkat Kingával, slime verseny videónkat, és még előtte volt egy meglepetés videó is húsvét szombaton, és srácok, remélem látjátok, hogy királyságos húsvéti szünetet akartam nektek, remélem ez sikerült. Holnap sajnos iskola, munka, de ne csüggedjetek. Én minden egyes nap 18 órakor várlak itt titeket a Jánosi Gergő csatornán, úgyhogy érdemes ide feliratkozni. Napi királyságos, vicces, bolond dolgokért. Itt a szórakozásé a hely. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ti vagytok a legkirályabbak. Találkozunk holnap, és minden egyes nap. Sziasztok!